Hát szép jó estét, hello, hello, sziasztok, mindenkinek a csatornán. Az van, srácikák, hogy föl vagyok körülbelül, mint egy gúgót, és miga, miga, a gyerek, igaz, mindenki, úgyhogy az van, hogy rengeteg dolgunk lenne itt, méghozzá a Soska Jóskánál, a Sosnapkám. És nézzük, hogy gyorsan itt mi van ebben a fürdő benne. Ebben a fürdő szója nővérnek, hogy szója van benne. Nagyon fasz, kérdések. Hogy áll ez a cucc nekünk? Növekszik. Növekszik, de ezt még nem x-el írták azt, hogy növekszik. Nem mindegy. 21, 16, 12, ott mi van? Ott mi van? Ott van egy olyan, hogy repece, fitce, meg aztán van napra törgetjű, meg van burgonya. Ki betettük a burgonya gyereket? Mi a fészkes, meg gyorsan oda kiszorduljuk. Megnézzük, hogy ez most tényleg burgonya. De várjál csak, az most az növekszik, vagy mi van ez a... De tényleg? Nem áll. Hát ki betettük a burgonyát. Na mindegy, kigyalunk, azt megnézzük, hogy mi a hanginget odakint. Ezen a 16-os? Van, vagy mi a 16-os van? Megleskörödjük, melyik keményünk. Menjünk ezzel a GCD-vel. Zsír királyság. Na, gyerekek, olyat fogok tüsszenteni, ez bajság lesz. Nyomassunk egy kis zenét. Méghozzá egy kis Tóth Janikát. Egy kis belső nézet. Na, az van, srácok, hogy én egyelőre itt magamba el vagyok, mint a befőttes üveg. Aha! Főcélébe, eldob, így ne. Na várjatok csak. És itt tényleg, és tényleg az van belevetve. Na várjatok csak, ezt meg se vettük, nem is a miénk ez a föld. Hát mi a ráking, mi a looking for you van itt? 21-es meg a 16-os nem is a miénk. Csak a 26-os, a 29-es. Mi a rák? Nem jó mentést töltöttem volna be. De jó az a mentést pedig. Akkor ezek szerint ez még nem a miénk. Mennyi a lovettánk? Ó, elég sok, úgyhogy ezt meg kéne akkor vásárolni, ha már itt vagyok. Ha már itt vagyok, meg is vásároljuk. Na, ez már a miénk. Hát akkor vásároljunk. Na gyerünk. Adj neki, Frank. Ezt is megvásároljuk. Nem is értem, hogy ez... Ez miért nem volt a miénk? Ez biztos, hogy valami más mentés lehetett. Amit most betöltöttem. Mert hát ugye a Soska Jóskán itt ezek a gatyaszár az mind a miénk volt. Ugye a térképnek a... Az jobb oldalán egészen a 6-os, 12-es, 16-os... 21-es, 26-os, 29-es, ez mind a miénk volt. Annó. Nem baj. Megvásároljuk akkor. Akkor még a 6-ost is megvesszük. Na gyerünk. Alszatok gyerekek, mi van veletek, he?
Megvásároljuk akkor ezt is, nagyon jó. Zotya 37, ciao. Na, Zotya, hogyha szeretnél jönni, akkor jöhetsz velem. Modmentes, soskajoska, ha van kedved. Facecam még mindig nincs, mert még mindig lusta vagyok. Most gyorsan leszaladunk ide, megveszük ezt a 29-es földet is. És akkor nem is tudom, hogy hogy csináltuk, össze volt ez szántva végig? Melóba vagy? Na, mit melózol, Zotyám? Ó, oda be kell menni. Targonca, na. Az jó. Gonca, gonca, targonca. Merre fele targoncázol és miket emelgetsz? Emelésre van fizetve a béred? Emelés, emelés számra van a bérezés? Vagy órabér? Hogy működik ez arra kifelétek? Na, ezt is megvásároltuk. Nagyon prima. Olyat fogok tüsszenteni, hogy fú. Előre is elnézést. Veszprém megye autóipar, az jó, fix bér. Na, az meg még jobb. Az is jó. Ó, de gyorsan kértünk a főútra. De zsírkirályság. Na, hobby, YouTube videó, live, FS19 és ETS2. Zotya, akkor lehet, hogy tudnál nekem segíteni. Ki is kapcsolom ezt a zenét, mert ez engem most zavar, hogy így a fülembe így. Mert ez egy fontos dolog. Na, Zotyám, hogyha tudnál nekem segíteni abba, ETS2-vel kapcsolatban, hogy kérek szépen, el akartam indítani most az ETS2-t, és azt írja nekem, hogy nem tudom a lehívni a mentést, méghozzá azért, mert új frissítés van a játékon. Na, nekem be van állítva, hogy a Steam-es a játék automatikusan frissít, mégsem tudom betölteni, és nem frissíti a játékot. Úgy, szerinted ez miért van? 12-es betakarítás kész, és akkor az majd nekünk napraforgó, akkor már lehet egy kis kombányolni. De nincs napraforgó asztalunk. Az? Nincs. Na jól van, akkor vásárolni kell egy napraforgó asztalt. Még hozzája. Ez. Oké. Rendben. És akkor a legkoszosabb kombányommal, tudok mondani, melyik az? Kettő van? Ez a kettő. Nem három volt? Újra telepítés utána jó lesz. Hú, hát az a baj, Steamen most újra kell, akkor telepítsem a cuccot? Ezek szerint akkor? Robi cigány. Kereselek meg félszem. Jó, hát hogyha mondasz nekem egy. Aha, oké, egy pillanat. Megállok, dobok egy elakadási jelzőt, és már kereslek is.
Taika Live az ismerősöd, meg a Kovács József is ismerősöd, bejelöltelek elméletileg. És Melitta a feleséget, hogyha jól látom. Ez az vissza is igazoltál, jó van. Zsírkirályság. Jaj! Itt meg nagy izé. Baleset történt. Ez az. Ó, de zsír királyság. Akkor zsalhatunk is oda akkor a melyikre is, a 12-esre? Na jól látom, jól emlékszem, 12-es, ugye? Így van. Ez az. Na, jó irányba jövök? Jó irányba jövök, itt fogok átmenni, itt fogok tudni átmenni, így van. Közben, hogy ne is vesztegessük az időt. Csak elférünk itt, simán. Levente Adházi, hello, szia, neked is! Na, Levente, hogyha szeretnél jönni, akkor modmentesen, teljesen modmentesen Sosnovkán vagyok. FS19 mikor lesz? Hát azt nem tudom, hogy mikor lesz. Gondolkoztam rajta, hogy most 19-et nyomok, de megmondom őszintén, gyerekek, annyira lusta vagyok, hogy lusta voltam kivenni a CD-t, ugye én CD-vel játszom. Lusta voltam kivenni a CD-t, és betenni a 19-et. Pedig igazából minden kézre van, de annyira kézre, hogy szinte a könyökömöt kellett volna csak kinyújtani, és kész. De a lustaság az ugye, hát, sajnos. Úgyhogy nem tudom megmondani, Levente, hogy mikor lesz FS19. Van lóvé itt bőven, úgyhogy ezt ráteszem segítőre, és akkor én meg közben hozok, mivel hogy egyedül vagyok. Holnap, ha úgy van, akkor FS19 jelentkező leszel. Az a baj, hogy szerintem, hogyha FS19... Ha FS19, akkor lehet, hogy az kéne, hogy... Gondolom suliba leszel. Mert az baj, hogy én délelőtt fogok valószínű streamálni.
Nem tudom, hogy mennyire fogsz ráérni. Hogy nem jársz suliba? Mész orvoshoz. Hányra mész orvoshoz? Olyan 10 óra fele szerintem én már tudok live-olni délelőtt. Na írtam neked, majd holnap megoldjuk. Ja, oké, Zotya. Várjál csak. Aha, Messengeren. Azt a. Aha. Oké, hát figyelj, szerintem reggel olyan 10 óra fel akkor. OBS beállítás, oké. Rendben van. Jó. TeamViewered van, Zotya? Ja, hogy le kell szedjed. Hát Levente, akkor na, hát hogyha van TeamViewered, akkor majd TeamViewered-en megoldjuk. És akkor közben meg ilyen Messengeren meg tudunk dumálni. Élő szóba is akkor. Na, hogyha ide megyek, akkor kinyitja? Hogy ne nyitná ki? Jaj, de okos ez. Jó. Akkor ezt megdumáltuk, akkor holnap majd jelentkezem. Na várjál csak, hogy kell beállítani a tempomatot? Úgy kell beállítani, hogy... körülbelül 10-zel megyünk, ugye? Aha. Oké, rendben van, Levente. Akkor 6-kor keljél, és akkor szedd le. Nem tudom, hogy... Zugás van a live-ban, játékhangot nem hallod. Na majd ránézünk. Na majd meglátjuk. Na majd megnézzük. Fönn van a YouTube-on ez a live, amelyik például ilyen. Az atyám, mert hogyha azt belinkelnéd ide a chatbe nekem, vagy elküldenéd a Messengerbe, akkor az jó lenne. És akkor meghallgatom, hogy mi a gond. Jó, hogy a modokat szeded le. Aha. Levente, értem. Mert az, hogyha az is elképzelhető, hogy lehet, hogy egy hangkártya driver, lehet, hogy ez segít a problémádon. Vagy egy olyan, beteszünk egy zajszűrőt, és akkor megoldódik a problémád remélhetőleg, meg egy erősítést teszünk, akkor ugye. És akkor megoldjuk. Na mondjad, Levente. Szombaton? Húha, hát az egy jó kérdés. Hú, szombaton. Hát, szerintem szombaton, hogyha itt fogok ülni a gép előtt, akkor szerintem az én drágaságom már lehet, hogy szóba fogja tenni, úgyhogy nem tudom. Nem tudom.
egész nap biztos, hogy nem fogok tudni gép előtt lenni, és szerintem lehet, hogy egyet fogok tudni streamelni este, délután, olyan 6 óra fele, de majd összeboronálom én a csapatot. És akkor majd meglátjuk, hogy mit tudunk összehozni, de szerintem hát, szombaton, hát ilyen este felére lehet számolni, igen. 6-7 óra fele a live-ra. De nem ígérem 100%-ra. FS 19? Jó, megpróbáljuk. Kifacs akkor embereket te is, igen. Húha, na most aztán abba beletabolni. Ez az. Jaj. Na, Zotya, persze, hogyne. Hogyne. Ez bármikor. Bármikor, Zotya. Link, várjál csak. Kitabolok innen egy kicsit. Mi is kell? Azt úgy kell, hogy csatorna megnyitása. Egy pillanat, és akkor már föl is iratkoztam hozzád. Ránézek. Ha jársz a Fati map, ott nyomod? Ah, Taikánál is vendégjátékos voltál. Na majd rákukkantok én erre a videóra. FS 17, régi gépek munkába. Nagyon jó, na majd live után majd oda pillantok én erre a kis csatornára, azt hiszem. Ja, közben bocsánatot kérek ezért is. Kilépőért. Jövünk tovább, megyünk tovább. Megyünk, eladjuk ezt a cuccost. Meg is nézzük, hogy hol adnak érte jó pízet. 1530 szállítási cég. Na, az hol arágban van? Nem. Szállítás. Ilyen messzire kell menni. Nem, tényleg. Ó, teljes 3 kell, ugye? Nem. DC kell, Discord. Régen TS3 volt, csak aztán kiadtuk bérbe, és hát hogy Patrik kiadta bérbe a TS3 szervert, és akkor Discord kell, úgyhogy igen, a TS3 IP cím van itt a bal alsó sarokban, de az már nem él, sajnos. Ja, akkor így mondjuk elismertem volna emelve. Itt keresztül minden tökön babon uborkán, és akkor nem kell akkorát kerülni, azaz neki az oszlopnak, hülye gyerek.
Mind a kettő van, na, helyes. Jó van. Na, kijövök ám én innen ebből a susnyásból, gyerekek, ne aggódjatok, csak... Csak kicsit olyan zavarba vagyok. Mónika, zavarba gyűjtem. Nagyon zavarba gyűjtem. Hát az aztán megéri ilyen negyed kocsival rohangászni, tényleg. Tehát most mit csinálják, egyedül vagyok. Nincs most, aki helyettem tolja az ipart. Ó, mindjárt ott is vagyok. Nagyon zsírkirályság. Ó, bocsi, csak sört ittem, aztán üvé van. Itt egyenesen kell menni, igényesen, igényesen. Ez az. Mazsola. Na gyerünk. Ennyi volt, az szép volt. Tök megérte. Tök megérte elhozni. Fú, nagyon meleg van ide bent. Muszáj vagyok levenni a fűtést, mert megdöglök. Itt van mellettem a konvektor, aztán jó. Ja, ugyan már az atya, nincs mit. Na, srácok, nem fog jönni senki.
Hát az a baj, az FS 19 az még mindig nem nyúlcipőbe, hanem gyerekcipőbe jár. Levente és most kitalálták ugye azt, hogy hú, hát nem lesz 21, hanem majd szépen azt fogják csinálni a 19-el, mint amit az ETS 2-vel. Hogy majd ezt így update-elik meg minden okosság, de hát szerintem nem fog nekik összejönni, de hát ne legyen igazam. Jaj, hát srácok, azt hittem, hogy fogtok gyűnni, de hát nem gyűttök, nem győztök. Kezdek álmos lenni. Ezt valahol be kéne rakjam, ezt a vágóasztalt valami jó helyre. Ne essek bele az aknába, az a lényeg. Hát gyerekek, úgy gondolom, hogy ennek a lágnak így nagyon értelme nincs, hogyha egyedül vagyok, aztán multi, meg minden, meg megvan osztva, meg minden. Még egy valamit meg akartam nézni, hogy betakarított, ez is betakarításra kész a 21-es, és azon pedig recefice van. Időt pörgetni meg nem fogok. Na. Na hát próbálkozásnak azért ez nem volt rossz így csütörtök este. Ilyen se volt meg, hogy egyedül multisztam. Egyedül multisztam. Meg volt osztva a játék és nem jött senki. Hát de nem jött senki. Na mindegy. Srácok. Akkor én úgy döntöttem, hogy ennek így értelme nincs, hogy egyedül kínlódjak ezzel az egésszel, úgyhogy holnap délelőtt majd szépen folytatom a Nefes Hamodingnak a map építését. Ugye azon lesz a következő sorozat. A 17-be, és akkor feltöltöm a modokat, mert minden elméletileg holnap lesz ugye a map építésének a befejező epizódja, tehát a harmadik rész, illetve a negyedik, mert ugye ma a második részt azt ketté kellett szedni. Nem tudom, hogy azóta nem is néztem a YouTube-ot, hogy most azóta, hogy azzal most mi a helyzet. Ugye az most ketté lett szedve, igen, az ketté lett szedve, úgyhogy ez az újraépítem a régi mentést, FSH modding, ez ugye már három részből áll, és akkor holnap lesz a negyedik. Hát
hivatalosan a harmadik, de hát összeomlott a gépem, és akkor ezért voltam muszáj újra kezdeni az egészet. Hát káromkodósra is sikerült ez a harmadik rész, illetve a második résznek a második fele, nevezzük így. Hát amikor az embernek az agya elszáll, akkor az ilyen tud lenni. Remélem nem kapok érte büntit, meg semmi extrát. Na jó van, srácok, köszönöm szépen a figyelmet. Akkor én egy kicsit hasznosabban is eltöltöm ezt a mai estét. Például azzal, hogy iszok még egy sört. Na, szevasztok, csácsá! We'll be right back.